Percelek városában Bonyhádon a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Völtség Néptánc Együttesének műsora nyitotta meg az augusztus 20-ai kulturális programot. Ezt követően Filóné Ferenc Cibolya, a város polgármestere tartotta meg ünnepi köszöntőjét. Minket, magyarokat már számtalanszor igyekeztek derékba törni. De gyökereinkkel mindannyiszor erősen kapaszkodunk az anyaföldbe. Ezért van ma jelenünk. A múltunk sokszor meggyötört, de meg is erősített minket. Ezért van és lesz jövőnk. Mindannyiunk feladata és felelőssége nemzetünk jövőjéért cselekedni úgy, ahogy azt Szent István örökségül hagyta ránk. Az ünnepségen áldást mondtak Hevér Beatrix evangélikus és Mészáros Zoltán református lelkészek, illetve Vigand István katolikus plébános. Dicsőítünk téged, Atyánk Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret és megszaporította, hogy táplálja bele az összegyűlt sokasságot. A Merész Konrád díjat Horváth Klára Katalin kapta bonyhádi óvónőként és később óvodavezetőként végzett munkájáért. Szépen gratulálok! Én felszabadult vagyok most már az ünnepség végén. Ahogy a színpadon is mondtam, nem számítottam rá, és ezért mégiscsak megrendítő dolog ez, akárhogy is nézem. Olyan sok minden feljön ilyenkor, érzelem, érzés, és valóban az az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan nagyon sokan vagyunk a pályán, és az ember felteszi magának a kérdést, hogy miért pont én. A Kolónia Alapítvány Virágos Bonyhádért díjakat is kiosztott. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek minél szebbé tegyék otthonaikat, és ezáltal a várost is. Ebben a lakosság, a társasházak, vállalkozások is részt vehettek. Ez azt jelentette, hogy aki jelentkezett, annak a portáját meglátogattuk. Ez júniusban és júliusban két alkalommal történt, a Bonikon munkatársát bevonva, és egy városi környezetvédő munkatársat is. Ezekről a portákról fotókat készítettünk, és ennek alapján egy zsűri véleményezte, hogy melyek a legszebb porták. Az alapítvány ezen túl tanulmányi ösztöndíjakat is kiosztott bonyhádi diákok számára.